Szia! Üdv a következő videóban, amit azért készítettem el, mert úgy érzem, ez már kurvára fontos. Összeszedtem azt a 19 leggyakoribb férfi kifogást, vagy férfi kamudumát, de én csak férfi fasságoknak hívom. Amiket szeretném, hogy megismerj, és a jövőben ezeket így kerüld el, vagy ne meg, és tudja rájuk valami frappáns dolgot reagálni. Én Tóth Lajos vagyok, párkapcsolati tanácsadó, és itt ez a jogosítvány férfiakhoz. Vágjunk is bele, összeírtam itt a telefonomba ezeket a népszerű, komolyan mondom, fasságokat. Kezdjük is akkor a legelsővel. Nem vagyok még kész egy kapcsolatra, de ismerkedhetünk. Szex kapcsolatra készen van az ürge, de ismerkedni akar de kapcsolatra nincs készen. Kistesó, hívjál fel, hogy készen vagy egy kapcsolatra, és mondjuk lezártad mondjuk már fél éve, egy éve az előződet, és akkor itt vagyok, és nyugodtan jelentkezz be. Ha nem lesz akkor kapcsolatom, akkor eldöntöm, hogy én akarok-e tőled még bármit is. Ennyi. És engedd el. Menjünk is tovább. Sokat csalódtam, tönkretett a volt barátnőm, ezért csak szex kapcsolatra vagyok képes ismét. Hát itt is hasonló a válasz. Ha úgy érzed, hogy még tönkretett a volt barátnőd, és más nem vagy képes, ez így köszi, hogy őszinte voltál, de ezzel nem tudok mit kezdeni, mert én komoly kapcsolatot keresek nőként. Ezért szedd össze magad, menj a pszichológushoz, life coachhoz, és hogyha ezzel megvagy, akár fél év, egy év alatt, akkor utána jelentkezz be, írjál rám, hogy hogy vagyok, és akkor eldöntöm, hogy én akkor, ha nem leszek kapcsolatban, akkor indulhat el ebből a dologból bármi is. De addig nincs értelme beszélgetni, ne haragudj, Peti. És ennyi, és le is kell zárni. Egy figyeld meg, három nap alatt összeszedi magát, és most már jól lesz, csak ismerkedjetek tovább erre ez a reakció. Legtöbbször. A következő egy nagyon rövid. Ismerkedjünk, és majd kialakul. Ez még annyira nem kamuduma, de azért belerehat, hogy majd kialakul. Tisztázzuk le, hogy te ott nőként te kapcsolatot akarsz, és hogy az a pasi azt mondja, hogy majd kialakul. Jó, hát a kialakul, addig csak elvizgatunk, beszélgetünk, barátkozunk, de semmi több. Nincs ok, nincs szex, nincs semmi mert hogyha van, akkor már nem a kialakulás, hogy ez a kapcsolat dolog, hogy én akarok a nőtől valamit, ez nem kialakul, akkor már ott vagyok, és a randira elmentem férfiként, akkor már akarok tele valamit. Akkor már, mind, már kialakult ez a dolog, csak max nem akarom felvállalni, vagy vele, vagy bizonytalan vagyok, de akkor szedje össze magát, mert egy bizonytalan faszival ne gyere össze. Mert az menni fog a szomszédba, menni fog a barátnődre, menni fog a Tinderre egy másik csajra, sem értelme. A majd kialakult dumákat, ezt hagyjuk. Jó? Most egy olyan alak akarsz összejönni, aki azt mondja, hogy hát fél év után is majd kialakul, nem, nem tudom, hogy mi van köztünk majd kialakul. Nem, az elején ezt meg kell húzni, ezt az erős határt, lehet, hogy ezzel sok csaj, sok férfi nem érted, de igazából ez a több éves párkapcsolat a tapasztalata a majd kialakulból, semmi nem lesz. Ott nem biztos a férfi a nőben. Ennyire egyszerű. Jó? Menjünk is tovább. Ó, egy nagyon szuper, csak ismerkedjünk és ne adjunk címkét egymásnak, hogy mi van köztünk. Oké? Okay? Ha ne adjunk címkét, az azt jelenti, hogy nem tudom, vagy nem akarok veled elköteleződni. Azért nem akarom, hogy mi azt mondjuk, hogy mi járunk, mi kapcsolat, én udvarlód vagyok én, te az én párom vagy, vagy én neked udvarolok, vagy te fogadod az én udvarlásom. Azért nem akar címkét, mert bizonytalan, vagy több vasat tart a tűzbe, vagy vagy tényleg az van, hogy nem is akarja ezt a dolgot. Erre a legfrappánsabb válasz, hogy jó, akkor ha te ezt így szeretnél ismerkedni, akkor csináljuk azt, hogy amikor úgy érzed, hogy már szeretnél címkét adni, akkor hívjál fel, de addig ne is keres. És sok sikert kívánok az ismerkedéshez. Le kell zárni, mert az a faszi nem veszi komolyan a csajt, aki ezt mondja, hogy ne, ne címkézzük fel. Abba a pillanatban kurvára nem veszi figyelembe a lány igényeit. Azért merült ez fel témában, hogy mi van most köztünk. Ez már ilyen beszélgetésnél szokott így feljönni, amikor ezt felhozza az egyik fél. Legtöbbször a csaj, hogy mi van most köztünk. Mit vagyok én neked? Körülbelül ezt kérdezi meg a csaj. És onnan adjunk rá címkét. Ezt jelenti. Jó? Akkor szóljál, hogyha készen állsz, és akkor már tudod, hogy milyen címke van köztünk, és akkor megyünk tovább. Mert addig én címke nélkül. A, a legutolsó tejfölnek is van címkéje. Eszkóba. Érted? És te, itt vagy nőként, nem vagy olyan értékes, hogy meglegyen a te, nem tudom, megnevezésed? De. Erre ez a válasz. Erre ez a jó válasz. Nem létezik más válasz. Oké? Okay? Menjünk is tovább. A következő, ez a, hát ez minden, minden nap van. A faszi azt mondja, nem tudok ígérni semmit. Jó, erre szoktam mondani, hogy a szegény ember, aki még ígérni se tud, ha nem tudok ígérni semmit, akkor én meg nem tudok én se neked ígérni semmit, az se, hogy találkozunk többet. Jó, haza kell küldeni, menjen haza. Ha majd tudsz valamit ígérni, vagy vázolni, mit akarsz tőlem, akkor majd beszélgetünk tovább. De addig semmi értelme ennek, hogy itt ülünk egymás mellett. Oké, okay, küld el. És ne enged vissza, míg azt nem tudja mondani, hogy rájöttem, hogy te vagy fontos, rájöttem, hogy akarok te valamit. Addig felesleges visszajönni, mert ha azt mondja előre, ez kurva nagy faszság, hogy nem tudok ígérni semmit, nem tudsz ígérni semmit, hát akkor nem kell lesz. Őszinte Duma, félre ne érts lehet, hogy nem áll készen kapcsolatban, nem áll lelkileg, de akkor ne legyen ott. Akkor menjen haza, és gubbasszon otthon. Érted? Akkor nem, ha nem tud ígérni, nem tud, hogy itt leszek vele, téged akarlak, fel akarlak vállalni. Szerelmes akarok veled lenni. Hát ha ilyeneket nem tud ígérni, akkor menjen a picsába. Jó? mert az ígéretet tudod, betartják, nem tartják, de ő még be se tartja. Legyen benne egy alapvető elvárás, hogy nem azt mondom, ígérgessenek neked is Egyet hanem, amit mond, ahhoz tartja magát. Ha nem is mond semmit, akkor az egy rossz pasi. Zárójel, az a jó pasi, amit mond, az be is tartja, de aki még nem is mond semmit, az azért nem mond, mert nem akar semmit számon kérni, hogy, ne, hogy te számon kérd rajta. És így megvan a kis egoly, hogy hát én nem mondtam semmit, nem ígértem semmit. Oké. Okay. De akkor ő a te céljaidban nem fér bele. Érted? Menjünk is tovább. A következő az már mondjuk a kapcsolatban van nem az elején, de mondjuk egy olyan egy-két hónap már, amikor megkérdezett, hogy mi van köztünk, ó, időt kell kérnem, mert nekem ehhez idő kell, hogy időt kérek, át kell gondolnom. Az időt kérek, át kell gondolnom, az oké, okay, mit kell átgondolnod, hogy itt vagyunk másfél hónapja, Együtt járunk, most nem, nem egy nap után kérdezünk, hogy járunk -e meg ilyesmi, de itt vagyunk másfél hónapja, és időt kérek, és át kell gondolnom, mit mondjuk lefeküdtél vele, jártok, szexuális életetek aktív, programok vannak, minden, és másfél hónap után ott tartotok, hogy ő nem tudja, hogy akar-e téged. Erre mettem fel egy videót, hogy ha ingyen használja az autódat a vevő, akkor, és te odadod neki, és majd eldönti, hogy majd kifizeti az árát. Szóval másfél hónap után, ha nem tudja a faszi, nem akarja ezt a kapcsolatot. Ha időt kér, akkor azt azért kéri, mert nem tudom, még megnéz egy-két csajt, vagy megnézi azt, hogy most hogy készen áll a kapcsolat, de ezt az elején le kell ezt zárni. Szóval az elején más hónap már le kell tisztázni, hogy mi van köztünk. Ha addig nem sikerült, és most itt próbálkozunk letisztázni, akkor, akkor szintén el kell küldeni. Oké, okay? én nem akarok olyan férfival lenni, aki azt gondolja, hogy nem tudja eldönteni egy, egyrészt most, hogy én akar engem az életébe, és hogy jó vagyok-e az ő életébe, hozzáteszek-e az ő életébe, mert, mert én azért vagyok itt veled, mert egyetem biztos vagyok benne, hogy téged akarlak. De itt azért megfordul a, a kocka, mert ha te nem vagy benne, hogy biztos, hogy engem akarsz -e, akkor én húzok egy vonat, és nem akarlak téged. Ez a lehető legtöbb, amit ilyenkor hozhat, kihozhatsz ebből a helyzetből, mert ekkor esik le az a veszteség tudat, hogy te itt jelent az életében, és akkor három d nap no kontaktba előjöhet az, hogy, hogy tényleg fontos, hogy nekem nem jön elő, akkor, akkor el kell engedni ezt a palit. Jó? A más nap alatt nem tudja eldönteni, hogy akar-e. Azonnal eldöntjük, hogy akarjuk-e a csajt. Ha nem, akkor, akkor még nincs elég önismerete, nincs, akkor csak ki akarja használni, akkor bizonytalan. Bizonytalan ember az nem jó. Szóval azt tisztázzuk, nagyon sok bizonytalan ember van, férfiban, nőbe, de hogy ott ő nincs egységben, nincs egyensúlyban önmagával. És amikor összejössz egy bizonytalan emberrel, és azt mondja, hogy hát én nem vagyok benne biztos, hogy téged akarlak, de akarom azt is, magam azt is, meg lehet téged is, akkor azt el kell küldeni. Mert akkor lesz biztos benne, hogy elveszed az érzést, hogy te ott vagy az életébe. Akkor lehet biztos benne. És ott valójában biztos is hogy téged akar, akkor visszajön, ha nem, akkor, akkor, sosem volt a tied. Oké, okay. klasszikus modern következő, csak legyünk el. Ez a nem ígérek semmik egyik másik változata, csak legyünk el. Nem érzed jól magad? De hülye kérdés, jól érzem magam. Erre mit mondanak ezen Hát nem tudom. Együtt vagytok, beszélgettek, programoztok, régóta nem volt már. Bárhogy persze, hogy jól érzed magad egy pasival. Reménykedsz nőként benne, hogy ez még jobb lesz. De azt mondja a fickó, hogy csak legyünk el. Ez ugyanaz, mint a ne címkézzünk fel meg ilyesmi. Nem. Érezzük jól magunkat, és haladjunk valami felé. Szóval ez a jó, ha ezt mondja. De ha legyünk el, az körülbelül az a semmi. Szóval ott még megint nem, nincs maga az a megbecsülés tisztelt. Én nem akarok olyan férfi lenni, ne haragudj, Peti, aki azt mondja, hogy csak legyünk el. Én tisztában vagyok vele, hogy téged akarlak, és kialakult bennem egy kötődés felé, de ha te azt érzed, hogy ezt így nem tudod, meg csak el akarsz lenni velem, akkor mennyi haza, gondol, lehet is, ha úgy érzed egy hét múlva is, hogy szeretnél, akkor, akkor folytathatjuk addig, viszont nem. Viszont ha másfél alatt én tökre megfordul bennem minden érzés, hogy te ennyi ideig gondolkozol rajta, meg ezt így rám tetted, akkor, akkor lehet, hogy én már nem, nemet fogok mondani. De most szerintem ez a leghelyesebb viselkedés, nem akarok neked sártani, Peti, magamnak se. Mennyi haza, és gondold át, hogy csak el akarsz lenni velem, vagy szerelmes és boldog akarsz lenni velem szia, ott az ajtó. Hú, ez ilyen nagyon <laughs> szimpadias volt, de te el kell küldeni. Jó? Menjünk is tovább. Ez egy új, ezek, ezek ilyen újak, mindig jönnek ilyen kis gyöngyszemek. csak szex közben érzem, hogy megnyiasz nekem. Hát, hogyha kapcsolat elején vagytok, és ezzel akar ráverni a pasi, hogy szexeljetek, hogy akkor érez rá a nőkre, meg tényleg ú, azt érzi veled kapcsolatban, hogy csak a szexel tudnátok igazán, mert látod, hogy van egy burok körülötted. Ezt mondja a pasi, és hogy szeretném ezt a burkot így feltenni, hát ez csak a szexsel lehet, tudod? És te még nem állsz készen, akkor ne nyald be ezt a dumát. Figyelj, itt vagyok nőként, intelligens, okos, szép, céltudatos, és te, te nem tudsz rám csatlakozni. Nem érzed, hogy megnyílok. Jár a szám, elmondom az érzéseimet, és te nem érzed, hogy megnyílok. Akkor veled van a baj, Peti. Akkor nem tudom, milyen receptoraid vannak, vagy, hogy hogy, hogy csatlakozol az emberekre. Elég szegényes akkor a eszközkészleted. <laughs> ez jó, nagyon genyó, de, de másra nem tudsz csatlakozni, nem érzed, hogy, hogy megnyílok neked? Hát nem. Akkor figyelmem, akkor mi értelme az egésznek? Értem, hogy a szex egy nagyon fontos része egy kapcsolatnak, de, de azért beszélgetni is kell, meg ellenni, meg beszélgetni, meg érzésekről, célokról kommunikálni. Akkor mit akar a szex kapcsolatot? Biztos hogy nem, nem, nem. Vagy hogyha nagyon bunkó, de, 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 akkor ezt mondja. De a lényeg az, hogy itt is, akkor jöjjünk rá, hogy mi az a másik rész. Ha nem, akkor elköszönjünk tőle. Ha ismerkedés elején, közepén, egy hónap múlva, és ezt mondja, hogy csak akkor nyílsz meg, és én igazából nem is akarok beszélgetni vele, csak szexelni, akkor küld el, mert basszus, azzal nem jutsz előrébb. Jó? nehéz, meg így könnyű dobálom ez, ezekkel. Most nem egyénibe ülünk, egyéni tanácsadásba, de, de hogy így nagyjából ez egy gondolat akarok elültetni a fejedbe, hogy akkor az nem jó. Aki azt mondja neked, hogy csak szex tudok rácsatlakozni, és más csak veszekszünk, az, az akkor mindig így fog működni. Mert nem fog veled úgy kommunikálni érzelmileg, hogy az neked jó legyen, mert vagy nem tud, vagy nem akar. A szexuális témákat le is tudjuk itt a következő. Például, hogyha amíg te nem állsz még készen mondjuk az orál szexre, és azt mondja, hogy, hogy az orál szexsel érzi azt, hogy ő így van elfogadva. Óriási duma. Szóval ezt még én is azt mondom, piros pont, de egy köcsög duma, hogy akkor vagy elfogadva, és nagyon sok nő tudod, hogy oké, okay, hát akkor Ér, jól érezést kapjon a faszi, hogy el van fogadva, hogy őt én biztos, hogy őt akarom, ezt nehogy itt már becsorbálja, egyen, legyen, adom aki hamarabb, mint ahogy én erre készen lennék is, alárendelem magam neki, hát, ha ezt megadom, akkor biztos, hogy, hogy jó lesz a kis lelkének, meg boldog lesz, meg ó, szuper. Ha nem érzi magát csak úgy, hogyha mondjuk ezt a dolgot adod neki elfogadva, akkor ott az önelfogadással is probléma van, akkor Peti, mennyi még dolgozzál magadon, mert az kurva gáz, hogyha csak akkor érzed elfogadva magad, hogyha ilyen dolgokat megkapsz, ilyen, és a te tempódban, mert addig te szorongsz meg, úgy rossz érzed magad meg, hogy új, ez, hogy ez így nem van a csahova, hogy ez nincs. A ismerkedés elején, akkor szia Peti. Szedd össze magad, menj el kócshoz, pszichológushoz, és ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor nagyon szívesen várom, hogy rám írj, akár fél év múlva, egy év múlva, és tényleg felépített a saját magad is egy önbizalommal teli, magabiztos férfi vagy, akinek vannak céljai, család, gyerek, bármi ilyesmi, akkor így rám is, ha nem lesz még párom, és családom, akkor akkor eldöntöm, hogy még akarom ezt a dolgot, vagy sem. És nem tudok semmit ígérni. Szia! <laughs> Ennyi, és el kell küldeni. Szóval, ha ezt az elején bedobja egy, kettő, három, négy, 5 randin, akkor köszönjünk el tőle. Jó? Ez a következő egy kicsit uh, mélyebb. Itt például, amikor azt mondja a fickó, hogy nem akar elköteleződni, vagy nem képes most, nem tud nem ilyesmi elköteleződésből beszélgetni se, mert vagy vállása történt az életében most, vagy uh, pár hete, pár hónapja, és még nem rendeződtek, vagy mérgező család di háttere van, vagy lelki problémái vannak, vagy a barátaival van problémája, vagy meghalt egy szerette, az ez most így annyira nem a kifogás kategória, de azért tettem bele ebbe, mert, mert itt is azt kell csinálni, amit mindegyik esetben, hogyha ő nem képes elköteleződni, és mondjuk egy mély ponton van, vagy egy traum után, vagy bármi után, akkor inkább hagyni kell a pasit. Jó? Azért, mert ebből mindig szívás van, mert itt, ha például válik, akkor ott nagyon össze van zavarodva egy férfi, ott a családját hagyta ott, vagy őt hagyták ott, vagy át a, a vállás miatt, vagy a családjával küzd, vagy a bármilyen ilyen lelki dolgai vannak, és azért együtt vagytok szexelgetés, meg ilyesmik vannak, de hogy ő nem, nem tud ígérni egy-két-három hónap után so semmit. Hát azért kell lezárni, hogy szedje össze magát, Peti, és minden jó indulattal mondjuk neki, és ebbe ebben a helyzetbe e, legyünk. Rapánsak, hanem inkább megértőek, de hogy ott neked az nem jó. Szóval ott ő nagyon mély ponton van, nem mentegessünk embereket, mert ennek mindig szívás a vége, hogy nagyon sokszor az, hogy a csajok felhozzák, úristen, kialakult anyagi, gazdasági, családi, lelki egyensúly, valami egy kicsit javult, aztán a csajok dobva voltak. Most ezt nem általánosítom, nem mindig így van, de az esetek többségében ne mentsünk meg embereket. Szóval nem vagy pszichológus, nem vagy kócs, azok sem mentéletik, hanem mindenkinek egy utat mutatnak, ami végigmehetnek, és akkor abban megmenthetik saját magukat, de hogy ez a segítőjátszmás dolog, ez, ez nem szokott jól átszolni, 10-ből 8 szerintem rosszul sül el, mert, mert, a lány nem magára fókuszál, hanem hogy megmentse a pasit, bármitől, viszont ebben az esetben nem magára fókuszál, nem lesz boldog, és folyamatosan elégedetlen lesz a lány, ha nem kapja vissza azt a az emberekbe fektetett, vagy a pasiába fektetett energiát, szeretetet, törődést, gondoskodást, és itt most a a férfi része ezekben az esetekben is valamilyen szinten megérthető, de akkor is szedd össze magad, férj, múlva beszéljünk, ha úgy érzed, hogy még szeretnél az életedben. Hidd el, akkor hamarabb motiválod azzal, hogy összeszedje magát, mint hogy ott nyalogatod a sebeit. Jó? Egy férfinak nem arra van szüksége, hogy nyalogassák a sebeit, hanem hogy kelljen. Hogy kelljen hogy valahol. És elmondod neki, hogy Peti, te egy áldott, áldott jó ember vagy. Egy olyan férfi vagy, akivel aki én boldogan le tudnám élni az életem. De jelenleg nem az a férfi vagy. Nem azért, mert nem lehetnél az, hanem azért, mert ilyenek a körülményei lehetőségeid. Kívánom neked, hogy ezen dolgozz, és szeretném, hogy ezeket megold, de én nem tudok itt lenni veled ebben. És ez nem köcsökség, mert te ott alárendeled magadnak, így viszont magad mellé rendeled. Én azt akarom, hogy szedd össze magad két hónap, három hónap múlva, és gyere, és, é és legyünk együtt egységként. Érted? És az érzem, hogy nagyon sok nő felháborodik, hát, úgy, hogy, hát, hogy lehet ilyet mondani, ha szeretsz valakit. Nem, itt ha megismerkedtél a fickóval, és elmondtad, hogy ez meg ez meg ez van, meg, és megláttad a csalódottságot a szemén, vagy azt a lelki fáradtságot, vagy bármit, akkor az elején zárd le. Amikor már érzem el kötődsz, akkor már sokkal nehezebb, amikor sok időt telt el, de az elején, ha ezt mondta, most váltam, most két gyerek ott van, is, egyebek, akkor, akkor ez lehet a legtöbbet, hogy motiválod valami felé. Én egy egész petit akarok, nem egy olyan, aki még a fele családja itt van, vagy ott. Szedd össze magad, is, boldogok lehetünk együtt, és adj neki időt. És addig tényleg ne beszéljetek, azért nem kell sebeket nyalogatni. Oké, okay. jönnek a popcorn dumák <laughs> ez a <laughs> klasszikus, túl jó vagy nekem, hogy én veled járjak. Te többet érdemelsz. Oké, okay. akkor szerbusz, ha ezt ki is mondtad, akkor elköszöntünk, akkor nincs puszi, nincs szex, nincs semmi, akkor ha ezt tényleg így gondolod, akkor most lezártuk hidd el, nem fogja mondani. Akkor lehet, hogy még sajnálhatja magát egy kicsit, de holnap felhív. De ott kell hagyni. Holnap felhív, most már jó vagyok neked, Peti? Most már nem vagyok túl jó? És akkor ki fog bukni ez a dolog? De az hogy ezt mondják, hogy ah, tényleg jó, hogy mondod, mert én egy kicsit úgy felhúztalak magamhoz, akkor, akkor menjünk tovább, akkor én megyek el, jobbra, te menjél balra. Zárd le, semmi értelme, menjünk tovább. A fölé rendelő pasi, nincs még itt az ideje, hogy mi aki mondjuk azt, hogy mi járunk egy másfél-két hónap után. Hát akkor mikor van itt az ideje? Hát majd, a, majd elég időt töltöttünk el. Oké, okay, mi az az elég idő, Peti? <laughs> hát nem tudom, nem tudom, majd, 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 szólok. Jó, hát akkor most szólok, hogy már túl sok idő ment el erre, Peti. Én sok sikert kívánok az ismerkedéshez. Gondolj át, hogyha szeretnél tőlem bármit is, én most hagytalak itt. Azért kell ilyen erős reakciók erre, mert Fasságot mond, és ez hát egyből levágjuk, de nem menjél már el, és akkor jó, hát járunk, járunk, egyből. Egyből át fog billenni valamelyik irányba. Vagy egyből, oké, hát járunk, oké, de így most ez, fogjuk fel, hogy ne kierőszakoljuk ezt a dolgot, ne azért használjuk. Mert, hogy, de én nem akarom, hogy kierőszakoljam, hogy azért mondd, mert ha nem mondod, akkor én itt hagylak, hanem azért mondd, mert tényleg hiszel benne. Én minden szeretetemmel, Peti, most itt hagylak, jó mert én egy olyan nő vagyok, aki értékeli önmagát, és olyan fickó van, aki őt is értékeli, és nem érzem azt, hogy te így ebben az esetben értékelni. Hazamegyek, holnap hívjál fel, és ha úgy érzed, hogy képes vagy értékelni azt a szeretetet, azt a nőt, aki én vagyok, amit én adok neked, akkor itt vagyok, és tehát váram várom azt, hogy mi alakul ki köztünk, és mit mondasz nekem, és mit teszel, értem, ezért a kapcsolatért, de addig én elköszöntöm tőled. Szia! És hagyd ott egy napra. Hidd el, másnap már este hívogatni, rogatni fog, hogy úristen, el ne menj, el nem menj, érted? De aki ott kell hagyni. Jó? Ha agresszív paraszt, akkor, akkor az ki fog bukni, ha nem az, és tényleg szeret, akkor viszont az ki fog derülni, és hogy ezt a jaszkari dumát ne nyomja neked, hanem álljon bele, és becsüljön meg. Oké? Okay? Megyünk tovább. Ez is egy olyan klasszikus, hogy a félek, ha összejövünk, akkor te szakítani fogsz velem, is rájössz, hogy, hogy nem, nem vagyok elég jó neked sajnáltatós pasi, kurva jó de utálom. Eh, amikor azt mondja egy faszi, hogy ő azért nem jön veled össze, mert fél attól, hogy azt akkor szedd össze magad, Peti, és majd ha úgy érzed, hogy szeretnél ebbe a kapcsolatba menni, mert a jövőben nem látok, hogyha hülyeséget csinálsz, nem becsülsz meg, akkor valóban ott foglak hagyni, de hogy tényleg menj haza, szedd össze magad, és hogyha ez megtörtént, akár pár héten belül, akkor ugyanez a metodika van, hogy akkor jelentkezz be, és akkor eldöntöm, hogy akarom ezt a dolgot még, ha nem lesz még addig kapcsolatom is családom. Jó, és akkor zárjuk le. Ez, ez mind a párkapcsolat első egy-két-három hónapjában, ha ezt mondja, akkor ezt így kell lereagálni. Le, a következő, hogy nekem még több időre van szükségem ahhoz, hogy ezt el tudjam dönteni. Ednél is ugyanez a felállás, hogy adok neked, Peti, bármennyi időt, amennyire szükséged van, de addig se puszi, se pá, se találkozások, se szex, semmi nincs. És kelek ne is keresd addig, amíg ezt el nem döntötted. Én nem szeretnélek befolyásolni bármivel is. Döntsd el, de addig nincs találkozó. Ez egy hónap, két hónap, három hónap. Akkor majd szólsz, és akkor én is eldöntöm, hogy ez nekem hogy jó, és hogy nem jó. És hogyha nem jó, akkor el fogom mondani. Korrektül, és ha jó, azt is el fogom mondani. De ha már lesz egy párkapcsolatom, vagy bármi, akkor, akkor el fogom köszönni. Jó? Gondolja, lehet, én szedem a kis táskámat, és elmentem. Szia! És ott hagyod. Felhív, akkor már utána ő a kezdeményező, akkor indulhat újra ez a dolog. Akkor már fog tudni válaszolni, akkor már fog tudni dönteni. És ezt értsétek meg, ilyen nincs. Egy felnőtt, 25-30 és 30 feletti férfi nehogy már hagyjuk, hogy nem tud eldönteni valamit. Tehát akkor gyerek szerepbe hagyjuk nem tudom eldönteni. Jó, akkor te még gyerek vagy, akkor nőjél fel, és akkor találkozhatunk. És akkor el tudjuk dönteni, hogy akarunk-e. Mert a felnőtt, felnőtt kommunikációval nem tudom, hogy akarlak-e, meg nem tudom, hogy mi van köztünk, ezt nem tudja eldönteni, akkor az gyerek szerepe van. És megengedi magának, és te is neki. Ha te ott vagy is jó, hát akkor még járjunk, meg kapsz még időt, meg akkor még feküdjünk le pár szor, meg még ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor majd, ha ez megvan, akkor meg, majd, majd akkor el tudja dönteni. Nem, ha most nem tudja, később se fogja. Oké, okay. a következő szintén egy lekezelő duma. Nem akarok párkapcsolatot, de ez még változhat. Nem akarok gyereket, de ez még változhat. Ezt most kettőt összevontam. Ez mind a kettő olyan, hogy ha majd eldöntesz, hogy akarsz kapcsolatot, akkor szia, találkozzunk, és szintén elköszönünk, ugyanúgy. Ha nem akarok gyereket, mondd el miért, mi az oka. Itt akkor ki fog derülni, azért, mert nem tudom, utálja gyerekeket, vagy nem színveli a gyerekeket, vagy az, hogy azt mondja, hogy hát a családba rossz tapasztalata van a gyerekekkel, is, emiatt nem akarja, az változhat. De ha azt mondja alapból, hogy ő a gyerekektől, meg a hát kis hülyék, meg mit tudom én ezt mondja rájuk, akkor akarsz azt mondja, hogy van legyek, így áll hozzá, ne, akkor dob ki. Jó, ez ilyen nagyon egyszerű, de ha vannak rossz érzések, rossz tapasztalat, szörnyű gyerekkor, minden, azon lehet dolgozni, és akarsz ezen dolgozni, Peti, igen, akkor mi kaphat esélyt. De ó, hát én nem is akarok gyereket, meg nem is akarok ezen dolgozni, meg ó, hagyjam már ezzel, te meg ott vagy harminc évesen, és gyereket akarsz majd valamikor. Hát ö, bele nem ennyien szarba. Jó, ha az elején vagy, akkor fogd el meg ezt a dolgot, jó, és, és inkább pattints rá a fickót. Jó, csapjunk bele a szeretői státuszos témákba, és itt van egy, ami klasszikus. Mind a kettőtöket szeretem, nem tudok dönteni, ezt mondja a faszi. Hát akkor én tudom, ez a szeretői státusznál kialakult egy kötődés, és szereti a csaj, a faszit akinek van valaki, vagy felesége, vagy hosszú távon kapcsolata, barátnő, bármi, vagy akár gyerek is van. Hát, ezt nem tudod megcsinálni ilyenkor, amikor már kötődsz hozzá, de az elején ki, odáig egy hónap, akkor itt most kibukkant a buborék. Ha nem tudok dönteni, mind a kettőtöket szeretem, ez sajnos valószínűleg igaz, hogy valamit szeret benned is, ő és a párjában is, vagy a másik műben is szeret valamit, ez, ez nem hazudik. De itt most erős mondatot fogok mondani, itt igazából igaz, igaz, mind a kettőtöket kihasználja. Jó? a barátnőjét, meg téged is kihasznál. És itt most nem tudok olyat mondani, mi hasznos lesz ebbe a, ebbe a kamudumába, vagy remélem, hogy tudok. Ha már az a hasznos, hogy kipukan a búrék, hogy ő használ. Kihasznál téged és a barátnőjét is. És hát ezzel, ebbe, ezzel tudok a legtöbbet segíteni. Itt ha teheted, tudod, ne lennie bele, mai világban azért már belefut mindenki, egy szeretői kapcsolatban, azért sokban ne fussunk bele, mert hogy ez lelkileg azért marhára megviseljen őket, és tényleg itt ha nem tudsz dönteni, akkor akkor te legyél a királynő, akkor adok esélyt, hogy döntsél, de addig nem találkozunk, és a metodika ugyanez, hogyha képes vagy nem hívni, nem keresni, és ő is képes, de, de, de hogy addig ne is keressen, amíg nem tud dönteni. Jó? Nem fog tudni szerintem megcsinálni, de ha igen, akkor örülök. Következő szeretős, Duma, hogy el fogom hagyni, de még meg kell várni a karácsonyt, meg kell várni a, nem tudom, a végtörlesztést, meg kell várni a ezt, vagy azt, vagy azt. Valami mindig lesz meg kell várnom, hogy a postás kihozza a családit, vagy mit tudom én. Érted? Jó, akkor amíg ez nincs meg, addig nem találkozunk. Metodika ugyanaz. Sajnos most bocs, hogy tényleg sokszor ezt mondom, mert, hogy ez a egyszerű megküzdési mód, ez nem üteszünk be a csajoknak, vagy nem tudják, de ha ezzel megerősítem, akkor már örülök, hogy a veszteségtudat az úgy esik le, ha elveszük az érzést, hogy te ott vagy, és érzelmileg is fizikailag elérhető vagy a számára, vagy ez nincs meg. Szóval ezt, ezt elveszítette, azt az értéket, amit te jelentesz az ő életébe. Azt boldogságot, örömöt, azt elveszük, akkor, akkor van esélyünk csak, hogy értékelést tesz érte. Ha mindig mindig jól lakatjuk, mindig odaadjuk a pasinak, ezt nem fogja értékelni. Jó, metodika ugyanez. Utolsó, 19. ilyen kamuduma. Én egy szörnyetek vagyok, én egy nagyon rossz ember vagyok, és csak tönkre tennélek. Ilyenkor bekapcsol minden nőnél a gomb, majd én megmutatom, hogy te nem vagy szörnyeteg, és innestől kezdve megteszek mindent, hogy te boldog legyél, Peti, mert te nem hiszem, hogy úgy eled az életet, hogy szörnyetek vagy. Erre nem ezt kéne reagálni, hanem azt, hogy szörnyetek vagy, Hát, ha így gondolkozol magadról, akkor is és ezt így elmondod nekem. Akkor valójában valószínűleg az is lehetsz, és magaddal nem vagy jóba, Peti. Nem, hogy egyensúly nincs saját életeddel, hanem tényleg még rosszakat is gondolsz magadról, nem nagyon van benned szeretet. Ha szörnyetegnek látod magad, is egy rossz embernek, akkor én, akkor én köszönöm, hogy ezt elmondtad, és akkor, ha majd úgy érzed, hogy te egy jó ember lettél, és nem vagy szörnyeteg, akkor keresd meg, de ugyanúgy el kell küldeni. Vagy el kell jönnöd tőle. Mert ha nem jössz el, akkor vége az lesz, hogy én mondtam, hogy szörnyeteg vagyok, én mondtam, hogy szörnyeteg vagyok. Hát te, te akartál maradni, hát te, és bármit megcsinálhat vele onnastól kezdve. Lehet, hogy tényleg azért mondja, mert jó fej, és ma akar kímélni, e vagy azért mondja, mert nem, de előre vázolt, hogy szörnyű lesz az életedben, mert szörnyeteggel azért nem nem egy mesében vagyunk a szépség és a szörnyeteg, érted? Hanem a való világban, két lábon állunk a földön. Itt, ha azt mondja a fickó, hogy ő nem nem jó ember és egy szörnyeteg, Valószínűleg no, az. Vagy ha nem mondja, akkor nem követke. Ha azért mondja, hogy te megmens, akkor egy k. De ha nem azért mondja, és akkor tudatosan szivat, vagy ha te azért mondja, mert meg akar óvni, akkor éljünk a lehetőségek kösz szépen, és meg tovább, családod, gyereket, boldogságot így csinálok magamnak, csá. De ott is meg kell tartani a motivációt, hogyha úgy érzed már jó ember vagy, és szeretnél egy családot, akkor keresd meg. Aztán eldöntöm, hogy ebből még lehet -e valami. Ha addig nem lesz párkapcsolatom, családom és egyebek. De ezt mind jó fejségből. Vegyük, tekintsük jó fejnek ezt a gondolatát, vagy ezt a mondatát, és akkor mi is jó Oké. Nagyval Nagyjából ennyi lenne ez a kamudumákra adott ilyen rögtönzött reakció, mert tényleg nagyon sok ilyen kamuduma van, amikkel itt találkozok napi szinten, és a nők is találkoznak napi szinten. Ha még úgy érzed, hogy van ilyen kamuduma, akkor kommentbe a videó alatt jöhet, amit nem soroltam fel, de még lenne, akkor azokra is megírom a gondolataimat, hogy én mit reagálnék rá. Vagy ha még összegyűlik több kamuduma, akkor veszek fel még egy videót, de remélem hasznos volt és segített. Ha úgy érzed, hogy szeretnél így a párkapcsolatban a férfiokban egy kicsit fejlődni, akkor Neked is ajánlom a jogosítvány férfiakhoz kurzusomat, amit itt a videó alatt be is teszek majd linkbe, és meg is tudod, eh, tudsz jelentkezni, és meg is tudod rendelni, amivel te jogosítványt adok a férfiakhoz, hogy mi van itt a fejükben, hogyan kell velük kommunikálni, hogyan kell viselkedni velük, és valójában hogyan működünk mi férfiak. Emellett, hogyha szeretnéd a párkapcsolatodban a szenvedét és a megbecsülést kicsit visszahozni, úgy, mint a párkapcsolatok elején, akkor a első a szenvedély újraélesztéshez mindig kurzonosomat is ajánlom, azt is a videó alatt linkelem, meg tudod nézni annak a bemutató oldalát, és hogyha hasznos volt ez a tartalom, akkor megköszönöm, ha megosztod, és meghívod ide akár a csoportba azokat a barátnőidet, akiknek szerinted hasznos lenne nének ezek a tartalmak, vagy hasznosak szerinted ezek a tartalmak, amiket itt a csoportban látsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót, és legyen szép napotok, sziasztok!